Nem okoz-e lelkitörést a kutyusnak, ha panzióba adjuk, vagy ismerősre bízzuk, amikor elutazunk? Mennyi időre lehet másokra bízni? Hát ez szoktatás kérdése. A panzióba is, ismerőshöz is úgy érdemes beszoktatni a kutyust, hogy először csak egy rövidebb időre hagyjuk ott, aztán egy picivel hosszabb időre, és akkor ilyen módon akár a gyereket az óvodába, így ilyen formában egyre hosszabb időkre ott magára hagyva a kutyus megszokja, hogy úgyis jön a gazdi, tehát az a biztonság, hogy akár milyen hosszú idő telik el, a gazdit újra fogja látni, a gazdi meg fog jelenni, a gazdi el fogja vinni ezt az érzetet, hogyha megerősítjük benne, akkor beszoktatható bárhova. Problémás szokott lenni, a panziósok szoktak panaszkodni az olyan helyzetekben a kutyákra, amikor csak úgy egyszerűen egy ismeretlen valaki fogja és leteszi ott a kutyát, és elmegy 10 napra, vagy 2 hétre, olyankor az első 3 nap bizony keserves sírással, az ételnek a visszautasításával, jelentős félelmekkel, akár agresszív vagy agresszívnek tűnő magatartás formákkal tarkított viselkedésben csúcsosodik ki. Ez nyilván arra utal, hogy a kutyának félelmei vannak, ugye mindentől fél, az egész szituáció számára félelmet keltő. Ezt lehet hidalni, hogyha a beszoktatás jól megtörténik, ha tudjuk, hogy mennyi, tudjuk, hogy el fogunk utazni, és tudjuk, hogy le fogjuk helyezni mondjuk a panzióba, vagy az ismerőshöz, akkor vezessük ezt be, próbáljuk már több héttel korábban, időnként egy-egy órára, fél napra otthagyva, és ilyen módon beszoktatva áthidalni ezt az első párnapos kellemetlenséget.